A Mozsiai Hófehérke óvodában hagyományosan nyílt napot rendeztek a gyermekhét keretében, behívták a szülőket, nagyszülőket egy műhely munkára, közös szórakozásra, ahol csemetéikkel együtt játszhattak, alkothattak. Az idén is nagyon szép számban megjelentek a szülők is, akik szintén szeretik ezt a napot, szeretnek a gyerekekkel együtt játszani, mivel nagyon sok szülőnek nagyon kevés ideje van a gyerekére, így mi is biztosítunk egy kis időt, hogy itt az óvodába együtt játszunk, alkossunk, rajzoljunk és tevékenykedjünk. A szülők vették a lapot, közösen művészkedtek, rajzoltak, vagy éppen ékszert készítettek tésztából. Nekünk két kisfiunk van, az egyik iskolás, a másik óvodás, nem először vagyunk itt, nagyon élvezzük az itt létet. A kicsi egész héten várta, hogy eljöjjünk, és olyan otthonosan érzi magát, és bemutatta az óvodát, örömmel vezetget egyik szobából a másikba, és szerintem igazán nagyon jó. A csillogó gyermekszemek azt bizonyítják, mennyire élvezik a közös pillanatokat a szülőkkel. Szoktunk csinálni ilyen gesztenyét, bácikából összeragasztjuk a gesztenyét meg a bácikát, aztán akkor így lesznek ilyen állatok, aztán majd mikor azok készek, akkor majd így felállítjuk. Tatival, mamival, Dominika, Viktoriával, a Stázival. Mit csináltatok? Játszottunk. Mit? Valamit. A nyílt nap folytatása a vásár lesz, ahol az alkotásokat, kézimunkákat meg lehet vásárolni, a befolyt pénzösszeget pedig új játékszerekre fordítják. Óbecsén a hét folyamán a kirakodó vásár, cserebere bazár, kézműves standok és kreatív játékműhelyek mellett zenés táncos programok és számtalan szórakoztató esemény zajlott le a város központjában. A gyermekhét alkalmából szervezett egész hetes programsorozatban idén is a gyermekek játszották a főszerepet. Az idei gyermekhét mottója, hogy anya, apa, figyelj rám, kérek öcsikét vagy hugicát, tehát a gyerekekre szól, és kimondottan most a kisgyerekekre fektetnénk külön hangsúlyt. Úgyhogy egész hét ennek a jellegében történt, azzal, hogy a megszokott rendezvényeket is ehhez a témához kötöttük. Akinek nincs, az nagyon szeretne egy kis öcsit vagy kis hugit, akinek pedig van, az tudja, hogy egy testvér milyen nagy kincs. Neked van-e testvéred? Van. Kislány, kisfiú? Kisfiú. És szeretnél még egy testvér? Nem nagyon. Miért nem? Nagyon sírna. Szeretnél még egy kis testvér? Nem. Miért nem? Hát ővel is sokat veszekszünk, de szeretjük egymást. És mit szeretek együtt csinálni? Játszani, versenyezni, meg ilyesmiket. Mit szoktatok versenyezni? Hát futunk, meg hogy ki tudja szépen megcsinálni a Barbie-nak a haját. A rendezvénysorozat záró napján a Népkönyvtár vendégei, gyermekkönyvek szerzői szórakoztatták a gyermekeket, és az általános iskolások is felvonultak saját készítésű jelmezeikben.